Nem vagyok birka feliratú táblákkal a nyakukban tiltakoztak Miskolcon a Földes Ferenc gimnázium igazgató kijelölése miatt a szülők, tanárok, egykori és jelenlegi diákok. A városi edzőjének döntése váltotta ki a tiltakozást, ő ugyanis azt a jelöltet favorizálta, akit az iskola tanárainak mindössze 3,5%-a támogatott. A korábban az iskolát 15 éven át vezető jelöltet az önkormányzat már kétszer is elbuktatta, és úgy tűnik, hogy 95%-os támogatottsága ellenére most ismét veszíteni fog. A demonstráció nem csak ez, hanem az oktatást érintő döntések miatt kialakult helyzet is szóba került. Mintegy 100-an gyűltek össze a demonstráción, ahol a felszólalók egyértelműen jelezték, hogy a városvezetés mások véleményét figyelmen kívül hagyó cinikus döntésével nem értenek egyet. Tarthatatlan az a törvényhozás, ami lehetővé teszi itt például a városvezetésének, hogy az igazgatóválasztásnak a döntését egy személy kezébe adja át. Nem mondunk le az iskolákról. A demonstráció szervezője szerint mindenképpen fel kellett emelni a hangjukat, mert az oktatással kapcsolatos tervezetek Miskolcot fokozottan hátrányosan érintik. Ezt, ami most folyik, ezt nem szabad tovább csinálni. Az egyetemünket, a Miskolci Egyetemet nem lehet degradálni műszaki főiskolává. Nem lehet az itt élő emberektől elvenni a tudás lehetőségét. Meg akarjuk tartani az egyetemet olyannak, amilyen. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint a miskolci példa nem egyedi az országban. A jellemző a hatalmi arrogancia, amelyik úgy nevez ki igazgatókat, hogy nem bírja a jelölt, a szakma, a pedagógusok és a szülők, diákok támogatását. A demonstráción résztvevők határozottan kérik a városi edzőjét, hogy gondolja át döntését, és az intézmény fenntartó felé azt a jelöltet támogassa, akit az iskolában dolgozó pedagógusok döntő többsége szeretne vezetőnek látni. A jelöléssel kapcsolatos döntést egyébként Miskolc fideszes polgármestere utalta a jegyző hatáskörébe.